A Wall Street farkasa című film tökéletesen felidézi azt a milliót, ahol meghatározott ruhában illik csak megjelenni egy munkahelyen. Nem a ruha teszi az embert, tartja a mondás, de valljuk be, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, nem árt annak is éreznünk magunkat. Ehhez viszont megfelelő öltözékre van szükség. Ezt tükrözi ez a film is. A szokás Amerikából jött, és már az 50-es években terjedni kezdett. Business standard, formal, informal, casual, sőt formaruha, bármelyik változat előfordulhat manapság. A magyar munkahelyek több mint 50%-ában szigorú előírások szabják meg, hogy a munkatársak milyen ruhába mehetnek bedolgozni. Bizony ez sokszor gondot okoz a ruhatár összeállításában, ezért mentünk el tanácsot kérni. Nagyobb cégeknél már a munkaszerződésben is megkötik, hogy mit kell viselnie akár egy hölgy, akár egy férfi dolgozónak. Ugyanakkor nem könnyű a sok egyszínű ruhában jól is érezni magunkat. Igaz, a stylistnak erre is van jó tanácsa. Csak a szürke, a fekete és esetleg a sötétkék, vagy netán a fehér színek, amik megengedettek. Ugye nadrág kosztümök, kis kosztümök, blézerek, amiket viselhetnek a hölgyek. Az uráknál pedig az öltöny, ami megengedett. Volt már ilyen megrendelünk, akinél nagyon-nagyon szigorúan be kellett tartanunk ezeket a szabályokat. Tehát a szoknyahossz az három únyival, lehet rövidebb csak a térdnél, aztán színekben sem játszhatunk. Itt igazából ami könnyedség, hogy esetleg a formai világ, tehát a szabás mintákkal játszhatunk egy picikét, tehát hogy valamennyire azért stílusos legyen. Ugye drága alapanyagokat szereztünk be, amiket viszont minden nap tud használni, tehát egyszerű a tisztítása, tárolása. Hát nem a tipikus nadrág kosztümöt hoztam el, hanem egy fűzővel dobtuk fel ezt a pöttyös hernyós jeminget és a hozzá készített nadrágot. Ugye színben harmonizál, nagyon jól lehet kombinálni, akár masni nélkül, akár a fűzőt lecserélve, esetleg egy fekete színű felsővel kombinálva. Szerintem a kis tyúklármintás kis kosztümünk még belefér. Újra visszatért ez a minta. Szerintem ezt bátran. Kicsit huncut, hogy ugye lila a bélése. Nyilván ez csak a viselője tudja, de azért ez is adhat egy pluszt. Egyszerű vonalvezetésű, kicsit alkalmibb ruhát is találtunk a kínálatban, valamint egy díszesebb, színesebb kabátkát is. Azt azonban tudomásul kell venni, az üzleti világ nem engedi a pólók, a kivágott ruhák, sortok, miniszoknyák és a farmer viselését. De ez nem jelenti, hogy egy-két kiegészítővel ne tehetnénk egyedivé öltözékünket.